Ez egy kisebb vetésű kukorica, egy hete került a földbe, és látszik, hogy mivel volt a vetés mélységében nedvesség, illetve azóta jött hozzá a csapadék, szépen elkezdett kisorolni. Ebből még tegnap alig látszott egy-egy növény, most pedig már láthatjuk a sorát. Aratás előtti már a hangulat, leghamarabb az őszi árpa betakarítására kerülhet sor. Ezt követik majd a korai búzák. Nagyon kellett az eső, mondta televíziónknak Domján Sándor. Ha visszagondolunk az előző évre, akkor bizony mindenki rimánkodott minden nap, hogy bárcsak esne, bárcsak esne. Azt mondom, hogy lassan kezdi utolérni magát a természet, tehát lassan kezdenek visszatöltődni a talajok, még mindig nem teljes ez, de sokkal biztatóbb, mint ami tavaly volt. Ugyanakkor most itt van ez az éppen hűvös tavasz, bár mivel fagyosszentek után vagyunk éppen, és a fagyokat megúsztuk egy lehűléssel és csapadékkal, azt mondom, hogy ez is jó. De még előttünk van egy nagyon forró nyár, ami nem tudjuk, hogy mit hoz, nem tudjuk, mit hoz csapadékba. Azt tudjuk az előrejelzések alapján, hogy hőségrekordok fognak megdőlni várhatóan. Ezt most nehéz elhinni a nézőknek, mert éppen csapkod az eső, éppen sár van, de hogyha megássuk a talajt, amire céloztam, hogy pótolja, de még nem teljesen, akkor még mindig találunk olyan száraz talajréteget, abban a mélységben, ahova a növények gyökere lehatol, ahol még nincs feltöltődve. Tehát nagyon fontos az, hogy az öntözést minél jobban tudjuk majd fejleszteni, de nem csak az öntözést, hanem itt egy komplex vízgazdálkodásba kell gondolkodni, ahol aminek része a vízkormányzás, része az öntözés, része a víznek a tárolása csatornákban, műtárgyakban, talajban. A napraforgó, a kukorica, hát jóval korábban a tavaszi kalászosok, amik elvetésre kerültek, ilyenkor erősödnek meg egyrészről, másrészről pedig az őszi vetésű növények, tehát az őszi árpa, az őszi búza, az őszi káposztarepce ebben az időszakban hozza úgymond a termését, tehát virágzik, szemzik, az, hogy milyen lesz a megtermékenyülés, hogy azok a szemek a kalászba, vagy a repcének a hüvelyében hány darab lesz, mennyire kitelt, az bizony nagyon függ a májusi csapadéktól, a májusi esőtől. Ilyenkor már a vetések végével a növényvédelemé a terep, a szántókon, össze lehet majd hangolni az előrejelzések, amit jeleznek, az alapján össze lehet majd hangolni a növényvédelmet, a gyomírtást, a rovarírtást az időjárással, ami mind-mind afele fog hatni, hogy egy elfogadható, nem csúcs, de egy elfogadható termésre számíthatnak a gazdák. Volumenében, hogy aztán az árával mi lesz, az még nagyon nagy kérdés. Most kiemelt a főmérnök, hogy gépszemlét kell tartani a kombájnokat, aratógépeket, a szállítógépeket, ellenőrizni kell, hogy működőképes állapotban vannak-e, megfelelnek-e a baleset és tűzvédelmi előírásoknak. Az árpa, búza, rozs, zab elszállítására, a szalma bálázására és elszállítására is fel kell készülni. Ezzel kapcsolatban a közútkezelő, a tűzoltóság, a kamara és a gazdák képviselői mindig konzultálnak, ha szükséges, akár két hetente is. Az előírások alapján a szállításokat ugyanis előzetesen le kell jelenteni.